Lukács evangéliuma első része igazából az adventi történet, a karácsony előtti események vannak benne, és ezért úgy gondoltam, hogy Lukács első fejezetével foglalkozunk, és már sok mindent megnéztünk. Ugye Lukács úgy kezdte a könyvét, hogy összekapcsolta az Ószövetséggel. Ezt tegnap is mondtam, meg tegnap előtt is, mert ez egy fontos dolog, hogy az Ószövetség azzal zárul le, hogy Isten majd küld egy embert, egy férfit, egy prófétát, aki vissza fogja téríteni az embert az atyák hitéhez. Ami tehát azt is jelenti, hogy közben az emberek el fogják hagyni az atyák hitének az útját, ugye az a rossz hír, ami benne van, de Isten nem hagyja őket a sötétségben, küld egy embert illés lelkével, azt mondja az Ószövetség utolsó néhány verse, küld egy embert illés lelkével, aki vissza fogja téríteni az embereket. Ugye Illés az ilyen eléggé karakán ember volt, a szabad így mondanom, aki több csodát is tett, lehet, hogy ezekre inkább emlékezünk, de ő egy versenyt is szervezett. És igazából ő egy illegális versenyt szervezett. Azok között, a papok között, akik nem az egy igaz Istent imádták, és önmaga között szervezett egy versenyt. Azt mondta, hogy építsünk két oltárt, ti a ti isteneteknek, én az enyémnek. Mindenki előkészíti a dolgokat az oltáron, csak egy dolgot nem szabad csinálni, meggyújtani. És akkor mindenki imádkozik a saját istenéhez, aztán kiderül, hogy melyik az igazi. Na azért illegális verseny, mert igazából Isten az Ószövetségben megtiltotta, hogy a jeruzsálemi templomon kívül bárhol máshol is oltárt építsenek neki. Tehát igazából ez nem volt szabad, csak abban az egy esetben, amikor Isten azt mondta Illésnek, hogy ezek az emberek nem értenek a szóból. Ezek az emberek csak a csodát értik meg. Akkor csináljunk egy csodát. És ha emlékszünk a történetre, akkor ott a sok-sok bálvány, pap a egész nap próbálja leimádkozni az égből a tüzet, és nem történik semmi sem. És akkor Illés azt mondja, hogy hát kiáltsatok hangosabban, mert lehet, hogy az istenetek éppen alszik, vagy végzi a dolgát. Ugye, még ki is csúfolja őket. És amikor délután 3 óra van, azt mondja Illés nekik, hogy akkor jó, akkor ti most hagyjátok abba, mert ennek most semmi értelme, nem történik itt semmi. És azt mondja, hogy tudjátok mit? Teszek még rá egy lapáttal, és hozat vizet. Hát tudjuk, hogy ha egyszer vizes a tűzifa, hogy akkor mi lesz, hogy lehet ezt begyújtani, hát kicsit nehezebben. És amikor az esti áldozat ideje van, Illés térdre borul, és imádkozik egyet, és mondja, Istenem, akkor mutasd már meg, hogy te vagy az igazi. És cák! Lejön a tűz az égből, elpárologtatja először a vizet, utána begyújtja a tűzifát, aztán elég az áldozat az oltáron. Na, ez volt Illés. Ezért mondom, hogy hát nem akárki ember volt ez az Illés. És azt mondja az Ószövetség, na ilyen ember fog jönni. Vissza fogja téríteni az embereket az ősök hitéhez. És Lukács ugye ezzel kezdi az evangéliumát, hogy amikor egyszer egy körülbelül 50 éves pap bemegy a templomba, megjelenik neki egy angyal, és az angyal idézi neki az Ószövetséget, hogy a te fiat lesz az, aki Illés lelkével lesz felruházva, és előkészíti Isten fiának az útját. Néztük Zakariás első itte, aztán elnémul, aztán az az angyal megjelenik Máriának, az Úr Jézus édesanyjának. És elmondja, hogy ő fogja a 3. különleges embert megszülni. Tegnap is mondtam, tegnap előtt is mondtam, hogy a világtörténelemben 3 különleges ember volt. Az egyiknek nem volt se apja, se anyja. Ugye ez volt Ádám. A másodiknak csak
csak egy férfi által jött a világra, ez volt Éva, mert ugye Ádám bordájából lett. És amikor ez a két különleges ember bűnbe esett, tehát hátat fordítottak Istennek, mert szakítottak a fáról, amely az Isten fája volt, az Isten zászlája, hogy ő ott az Úr, akkor Isten megígérte a harmadik különleges embert, hogy valamikor egy asszony szülni fog, és világra jön az a fiú, aki megoldja majd a bűn problémáját. Hát egészen addig csak normális emberek születtek, akiknek volt apjuk is, meg anyjuk is, és akkor megjelenik az angyol Máriának, és elmondja neki, hogy ő fogja megszülni azt a különleges fiút. Kicsit titokzatosan is elmondja, mert ki tudja, hogy ez hogy működik. Ez egy titok tényleg, hogy a magaságos ereje beárnyékozza a lányt, és ő szülni fog egy fiút, és az lesz az Isten fia. Hát el se lehet képzelni, hogy mi az. És a lányzó is megkérdezte, hogy én ezt onnan tudom. És akkor az angyal azt mondta, hogy hát tudod, a rokonod Erzsébet is fiút vár. Mária oda megy, találkoznak, tegnap beszéltünk róla, és az a 6 hónapos magzat Erzsébet hasában jelez az édesanyjának, hogy na itt van az Isten fia. És Erzsébet ki is mondja Máriának, hogy áldott vagy te az asszonyok között. És Mária, tegnap beszéltünk róla, kiemelte, hogy Isten megmutatta az irgalmát, az irgalmasságát azáltal, hogy meg fog születni az a fiú, aki meg fogja oldani a bűn problémáját. Arról beszéltünk tegnap, hogy mit jelent az, hogy Isten irgalmas. És hogy az Úr Jézusban kézzel foghatóvá válik az Isten irgalmasága. És az irgalmaság, ugye beszéltünk róla tegnap, az nem csak egy érzés, hogy látom, hogy valaki rossz helyzetben van, és sajnálom, hanem minden tőlem telhetőt megteszem, hogy a másik kikerüljön a bajból. Na, azért jött az Úr Jézus. És tegnap még olvastuk azt, nem beszéltem róla, de olvastuk azt, hogy Mária Erzsébettel maradt, mint egy 3 hónapig, azután visszatért otthonába. Ugye Máriának ez volt az első 3 hónap, a várandóságának az első 3 hónapja, amikor vannak a reggeli rosszullétek, meg a mi egyéb. Amikor minden szagot érzek, meg ilyenek voltak. Ugye érdekes, hogy Mária akkor nem a saját falujában van, nem is a szüleinél van. És talán ez egy jó ötlet is volt Isten részéről, hogy az angyal által Máriát Erzsébethez küldte, mert ha a saját falujában maradt volna Mária. És ott kezd panaszkodni minden reggel, hogy gyerekek, olyan rosszul érzem magam. Milyen szagok vannak itt mostanában, akkor mindenki biztos rosszra gondolt volna. Hogy van neki jegyese. Mi van itten? Felismerjük ezeket a jegyeket, és lehet, hogy még becsmerelték is volna Máriát. Mária nincs ott. Mária akkor Erzsébetnél van, aki tudja, hogy miről van szó. Mert a kis Jánoska jelezte az édesanyjának, hogy Máriában már ott van az Úr Jézus. Tehát Mária jó helyen van, védett helyen van. És más evangéliumból tudjuk, hogy amikor visszamegy a falujába, a saját falujába, és Józsefnek feltűnik, hogy úgy gyerekek, itt valami történt, akkor egy angyal megjelenik Józsefnek is. És neki külön elmondja az angyal, hogy mi a helyzet. Hogy az a gyerek, aki Mária pocsakjában van, az az Isten fia. És utána már József ugye megvédi a jegyesét, és az Úr Jézust. És az a szent család megy majd Betlehembe. De Mária mindig védelem alatt van. Nem azért, mert Mária olyan fontos, hanem mert az Úr Jézus olyan fontos. Isten gondoskodik Máriáról, mivel Mária meg fogja szülni az Isten fiát. Akkor most már csak néhány vers van vissza, Lukács evangélium első részéből, amikor megszületik az a János, aki később keresztelő János lesz. Azt szeretném felolvasni. Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült. Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.
A 8. napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni. Anyja azonban felszólalt, és ezt mondta, nem, hanem János legyen a neve. De ezt mondták neki, senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának. Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni. Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá, János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak. És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent. Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek mind erről. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyerekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Apja Zakariás betelt szent lélekkel, és így profétált. Áldott az Úr, Izrael Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadítót támasztott nekünk, szolgájának, Dávidnak házából. Amint kijelentette azt, szent profétái által, örök időktől fogva, hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mind azok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről. Arról az esküről, amelyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak, és megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki. Szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. Téged pedig, kisgyermek, a magaságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait, hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánatta által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amelyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izraelben. Eddig Isten írott igéje. És vasárnap már beszéltünk róla, hogy nagyon-nagyon különleges gyerek ez a János, aki meg fog születni, soha nem fog bort inni. Nehogy valaki azt fogja ráfogni, hogy a bor beszél belőle, és nem a Szentlélek. Most itt látjuk, hogy már csak az is különleges Jánosban, hogy az angyal mondta az apjának, hogy mi legyen a neve. Mert ha jönnek a rokonok, ugye a 8. napon körül szokták metélni a zsidó gyerekeket, és akkor adják neki a nevét, jönnek a rokonok, a faluból, a szomszédok, hát az apja nem tud semmit sem mondani, nem baj, a rabbi, akit hívtak, körülmetéli a gyereket, és azt mondja, jó, akkor biztos, hogy Zakariás lesz a neve, mert a mi falunkban az a szabály, az a szokás, hogy az első szülött fiú az apjának a nevét kapja. Máshol is van ez így. És akkor Erzsébet azt mondja, nem, János lesz a neve. És biztos vagyok benne, hogy a szomszédok már eleve különlegesnek tartották ezt az asszonyt, hogy ilyenkor még gyermeket szül, majd lehet, hogy most azt gondolták, hogy kicsit azért elment az esze is. Tehát azt mondják nekik, hogy az egész rokonságodban nincs ilyen, most mit akarsz? Mintha az anyja kitakadna a gyerekét, mintha nem is tartozna abban a családban. Hát mi az, hogy nem olyan nevet kap, ami szokásos a ti családotokban? Ez nagyon furcsa. És akkor már szólnak az apja, Zakariásnak a fülével semmi baja. Tehát szólnak neki, hogy jól van, hát akkor mondd el te. És fölírja táblára. János a neve. Megvan pecsételve. És szerintem igazából akarta kiemelni Isten, hogy bár ez a fiú,
egy bizonyos családba születik bele, egy papi családba ráadásul, de igazából nem a család hagyományát fogja folytatni. Nem is lesz pap. Nem is fog szolgálni a templomban. Mert Isten őt elkülönítette egy különleges feladatra. Ma onnan is lehet tudni, hogy más a neve. Isten mondtója az legyen a neve. Aztán kiderült, hogy tényleg más lesz az élet pályája is. Próféta lesz. Nem pap, hanem próféta lesz az Isten színe előtt. Aztán tudjuk, ha tovább olvasunk, hogy miután betöltötte a szolgálatát, sajnos a börtönben meghalt. Mert szólni nem csak a saját népének, hanem a hatalmasoknak is, hogy ne úgy viselkedjenek. Az rosszul esett a királynak a feleségének, aki gondoskodott róla, hogy János veszítse el a fejét a börtönben. És emlékszünk, mert éppen mondtam, hogy amikor az angyal beszél Zakariásnak, akkor az angyal az Ószövetséget idézi Zakariásnak. Most felolvastam, hogy amikor ez a fiú megkapja nevét, és Zakariás újra tud beszélni, hogy akkor Zakariás mit mondott. Most nekünk úgy van fölévre, mint Zakariás éneke. És többféleképpen el is lehet énekelni, az énekes könyvünkben is van egy ének, amely ezt dolgozza fel. Az érdekes az, hogy a végén Zakariás olyanokat mond, hogy Isten meglátogat minket, vagy meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. És tudjátok, hogy Zakariás mit csinálott a végén? Ő kezdi idézni az Ószövetséget. Főleg Ézsaiás profétát, aki beszélt arról, hogy van egy nép, amely nagy sötétségben ül, de világosságot fognak látni. Azt Ézsaiás elmondta azoknak, akik a babiloni fogságban voltak. És lehet, hogy a zsidók azt gondolták, hogy csak arról van szó, hogy visszatérhetünk a saját országunkba, de amikor Ézsaiás egyre többet kezdett beszélni, aztán Isten szolgájáról kezdett beszélni, hogy az hogy fog viselkedni, akkor rájöttek arról, hogy huha, amikor egy próféta beszél, akkor nem biztos, hogy csak egy dologról beszél, lehet, hogy ő többet lát. Lehet, hogy ő tovább lát. Tehát lehet, hogy az a világosság, amely megjelenik a sötétségbe ülő embereknek, az nem is csak arról szól, hogy mi visszatérhetünk a saját országunkba, ahogy meg is történt, hogy lehet, hogy itt tényleg a Mesiásról van szó, arról a fiúról, aki meg fogja oldani a bűn problémáját. És azóta is, lehet, hogy nem minden évben, de előkerül ez az ige a templomokban. A nép, amely sötétségbe ül, nagy világosságot lát. Zakariás is mondja, tehát ő is kapott egy kis világosságot, hogy miről van szó. És érdekes, hogy ő, amikor a saját fia megszületik, amikor az Úr Jézus még nincs a világon úgy, hogy még nem született meg, akkor azt mondja az igaz Zakariás is prófétált, és ő már látja azt, ami be fog következni majd. Amikor az Úr Jézus is elvégzi a szolgálatát. Mert a 74. verstől ő azért áldja az Isten, hogy azt mondja, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, Istennek, szentségben és igazságban ő előtte életünk minden napján. És ezzel foglalja össze Zakariás, hogy miért jó dolog az, hogy megszületett az ő fia, aki előkészíti majd Mária fiának az útját, aki majd Isten irgalmaságát fogja megmutatni, kézzel foghatóvá tenni, azáltal megszerzi minden hívőnek a bűnbocsánatot és az örök életet. Azt mondja, mi lesz azután? Mi fog történni, amikor az emberek hisznek az Úr Jézusban? Azt mondja, szentségben és igazságban fognak járni Isten színe előtt életük minden napján.
Emlékszünk, hogy vasárnap mit olvastunk? Hogy Zakariás és Erzsébet igaz emberek voltak az Isten szín előtt. És ezt azért írta a Biblia én szerintem, mert az abban az időben egy különleges dolog volt. Ugye ezért született meg Keresztelő János, hogy a többi embert is visszatérítse az atyák hitéhez. Most azt mondja Zakariás, hogy de majd lesz olyan, hogy az emberek szentségben és igazságban fognak Isten előtt járni életük minden napján. Tegnap is beszéltem róla, ma újra elmondom, hogy igazából ez a Szentléleknek a munkája. Ugyan a Szentlélek által van velünk az Úr Jézus. Mert testileg ő a mennyben van, de elküldte azt a lelket, aki ő benne is van, ez az összeköttetés, és dolgozik bennünk, a szívünkben, a gondolatainkban is. És minden alkalommal, amikor Isten szól hozzánk, akkor a Szentlélek segít abban, hogy megértsük, segít abban is, hogy akarjuk megtenni azt, amit Isten mond. És ha ezt elkezdjük tenni, akkor mit csinálunk? Szentségben és igazságban járunk. És ez két nagyon különleges kifejezés a Bibliában. És most jön egy kis csavar, mert a szentség az igazából arról szól, amit az embereknek kell látniuk. És az igazság az, amit igazából Istennek kell látnia. És ezért csavar, mert általában fordítva szoktuk ezt gondolni. Hogy amikor valakiről hallunk, aki szent, akkor általában azt gondoljuk, hogy hát egy szent embernek semmi köze nincs már a világhoz. Tehát az annyira Istennel jár, hogy ilyen egyszerű földi dolgokkal már nem is foglalkozik. Ugye a szent néha egy kicsit pejoratívan, negatívan is használjuk. Hogy az már annyira szent, hogy nem is érti az életet. Tehát ez egy kicsit így együgyű. Tehát jót akar, meg mindig jót akar, de igazából nem érti az életet. De amikor a Biblia szentségről beszél, akkor ez egy nagyon különleges dolog, mert a háttérben olyan szó van, ami igazából azt jelenti, hogy ragyogó. Most én nem tudom, hogy itt mi volt, de az én gyerekkoromban, Hollandiában minden autótulajdonos szombaton megmosta a kocsiját. Vagy ha nem is minden szombaton, akkor havonta egyszer biztos. Na akkor az emberek még büszkék voltak arra, hogy volt autójuk. De nem csak lemosták, legalább nálunk nem az volt a normális, nem csak lemosták, hanem utána be is viaszozták az autót. Mert nem csak azt akarták, hogy tiszta legyen, mert az egy dolog, hanem azt akarták, hogy ragyogjon. Talán azért is, hogy ragyogjon a szomszéd szemébe, hogy nézd csak, hogy nekem ilyen autóm van. Talán azért is, hogy mintha olyan, tehát mintha új lenne. Mintha újra új lenne. Mintha így hoztam volna el. Mondom, most már nem. Tehát most már nem csinálják. Most már mindenkinek három autója van lassan. Tehát most már nem foglalkoznak annyit egy autóval. De akkor még az volt. Tehát a tiszta az még nem elég. Kell, hogy ragyogjon. És volt, aki ügyesebb, és úgy tudta beviaszozni, hogy csak na. Na, ez a szent. A szent az azt jelenti, hogy nem csak tiszta, hanem ragyog. De nem csak egy kicsit ragyog, hanem olyan ragyog, mondjuk, mint a nap. Ma annyira ragyog, hogy ez mindenkinek feltűnik. És ami nem tiszta, az ott nem is tud megmaradni. Ugyanaz a nap, amely adja a meleget, amely adja nekünk majd tavasztól újra a gyógyulást is, és eltűnik a Covid. Ugyanaz a nap, mit ad még nekünk majd nyáron? A szárazságot. Ez ugyanaz a nap. Ugyanazt csinálja, csak az egyik helyzetben jó, amit a nap csinál, a másik helyzetben annyira nem jó, amit ugyanaz a nap csinál. De a különbség nem a napban van, a nap állandóan ugyanazt csinálja. Csak a körülmények. Na, így kell gondolkodni Isten szentségéről is, meg az ember szentségéről. Isten nem csak tiszta embereket akar látni.
Az Úr Jézus meghalt azért, hogy Isten bennünket tisztának lásson. Ez egy dolog. De ez még mindig nem elég. Annyira szeret bennünket az Isten, hogy szeretne bennünket ragyogóvá tenni. Ezért mondja el, hogy milyen a helyes élet. Hogyan kell gondolkodni, mit kell cselekedni, hogyan kell egymásról gondoskodni, mit kell megosztani egymással. Sok mindent mond el az Isten, figyelmesen olvasjuk a Bibliát, sok mindenre jövünk rá, de van egy kulcsmondat, amit az Úr Jézus mondott, amiben az a szó nem is szerepel, hogy szent, de mindjárt elmondom, hogy mit mondott az Úr Jézus, és akkor érteni fogjátok, hogy miről beszélt. Azt mondta az Úr Jézus a hegyi beszédben, hogy hogyan kell élni. Azt mondta, hogy úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy meglássák jó cselekedeteiteket, és dicsérjék ezért az Istent. Na, ez a szentség. A szentség az, hogy én elkezdem követni az Istent. Magamat Isten, az Úr Jézusra bíztam, megkaptam tőle a szent lelket. Ő rámutat arra, hogy hogyan illik élni, nekem normális. Nekem tetszik, amit mond, kipróbálom, és hát tényleg működik. És minél több ember teszi ezt, mondjuk a gyülekezetben, annál szebb és annál élhetőbb lesz a mi gyülekezetünk. Nekünk nem tűnik föl semmi. Hát egy keresztény ember így él. De aki sötétségbe ül, hirtelen észreveszi a ragyogást. Ő nem tudja, hogy ez az. Persze, hogy nem tudja. Ő azt annyit fog mondani, hogy de ti mások vagytok. Ti van, hogy máshogy beszéltek egymással. Vagy az egyik lelkésznő azt mondta nekem, hogy női bibliaórát tartott, és beült egy nő, aki olyan sokszor még nem volt, és a család, mint téma került elő, és beszéltek arról, hogy ki otthon hogyan érzi magát, és a vendég úgy nagy csodálkozva tette fel a kérdést a női bibliórán, hogy tehát szeretnék valamit megkérdezni. De most teljesen komolyan és őszinte választ szeretnék hallani. Titeket a férjetek még soha nem pofozott fel? És a bibliórás lénik azt mondtak, hogy hát nem. Ne is jusson eszébe, az a másik. De, nem, hogy az náluk nem szokás. És a vendég asszony csodálkozik rajta, hogy azt mondja, hát én ilyen családot még nem nagyon láttam. Mert a nagyapám fölpofozta a nagyapámat, a nagyanyámat, bocsánat, az apám, az anyámat, néha-néha a férjemnek is elcsúszik a keze. Komolyan! Van olyan család, ahol nem erőszakkal oldanak meg bizonyos dolgokat? Hát van olyan. Mondom, nekünk eszünkbe ne jutna, hogy már az is egy különleges dolog. Tehát ebben a világban már sok minden különleges, amit mi teljesen normálisnak gondolunk, és ha egyszerűen azokat a normális dolgokat csináljuk, amiket Isten nekünk mond, akkor már az is ragyogást okoz. És valamikor rá fognak jönni az emberek, hogy élni igazán csak úgy lehet, hogy Isten mondja. Hát nekünk nem kérdés ez, mert mi tudjuk, persze. Hát élni úgy lehet, ahogyan az mondja, aki létrehozta, aki kitalálta. Persze, hogy máshogy nem működik. Aki adta nekünk az életet, az tudja a legjobban, hogy működik. Ezért tőle érdemes elkérni. És amikor Isten útján járunk, akkor szentségben járunk. De kinek kell ez? Istennek? Nem. Istennek sokkal nagyobb a ragyogása, sokkal nagyobb a szentsége, mint nekünk. Kinek kell ez? Azoknak az embereknek kell, akik még sötétségbe járnak. Hogy lássák meg, hogy van másfajta élet is. De az Úr Jézus Krisztusban élő emberek nem csak szentségben járnak, hanem igazságban is, és ez nem egy másik dolog, az ugyanaz. Csak másik oldalról nézzük meg. Az igazság az, hogy egyszerűen azt teszem, amit Isten tőlem kér. Az adott helyzetben. És nem azért csinálom, mert dicsekedni akarok az Isten előtt, hanem egyszerűen azért, mert Isten szeret engem, és én szeretem az Istent. És amikor ő nekem valamit javasol,
akkor én tudom, hogy ő ezt jó szívből teszi, és a javamra válik, ha hallgatok rá. Ez az igazság, az igaz ember. Az 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 ember, aki minden helyzetben kíváncsi arra, hogy vajon Isten szerint mi lenne a helyes lépés. Nem mindig sikerül ezt neki megtenni. Ja, az igaz ember még nem tökéletes ember. Csak amikor az igaz ember rájön arról, hogy hibát követett el, akkor is tudja, hogy mit kell csinálni. Elmondani Istennek, hogy bocs, nagyon sajnálom, de nem hallgattam rád. Segítséget kérni, hogy legközelebb ebben nem megyek bele. Harmadik lépés, helyrehozni azt, amit elrontottam. Mert biztos, hogyha nem azt teszem, amit Isten kér tőlem egy adott helyzetben, hogy valami elromlik. Lehet, hogy nem azonnal veszem észre, de amikor észreveszem, akkor legyen bátorságom mondani, hogy én rontottam el. De szeretném most helyrehozni. Ez az igaz ember. Nem igaz ember, van olyan is, aki nem foglalkozik azzal, hogy hibát követett el. Aki mindent jobban tud, még az Istennél is. Ilyenek is vannak. De ezért mondom, a szentség, amikor Isten útján járunk, akkor szentek vagyunk és igazak. Az, hogy szentek vagyunk, az azoknak szól, akik erről nem tudnak semmit. Akik még sötétségben vannak. Hogy igazak vagyunk, az meg Istennek szól. Hogy én egy igaz ember szeretnék lenni. Egy olyan fajta ember, amilyet te teremtettél eredetileg. És ha nem sikerül, akkor el is mondom neked. Azzal a bizalommal, hogy az Úr Jézus megígérte, hogy ami még hiányzik az életemből, azt majd a feltámadásom után az Úr Jézus kipótolja. És amikor behív engem az Isten országába, hogy találkozzak az összes testvéremmel majd a feltámadásunk után, akkor ma nem lesz hiány. Még lesz hova fejlődni, az egy másik történet. Még lehet majd még többet tanulni Istenről. Majd lehet még jobban gyakorolni a szeretetet az új földön, az új ég alatt, az Úr Jézus vezetésével. Csak nem lesz olyan hiány, ami rosszra visz, akár engem, akár másokat. És ugye, arra fele megyünk. Hogy aki az Úr Jézusé, azt az Úr Jézus átsegíti azon az utolsó nehéz küszöbén is. A halálnak a völgye az. Az Úr Jézus már végigjárta ezt az utat. Előre is, meg vissza. Ezért bízhatunk benne, hogy halálunk pillanatába el fog jönni értünk az Úr Jézus is átsegít rajtunk. Na, erről beszélt, még sok minden másról beszélt Zakariás, de ezt akartam a mai estén kiemelni. Ő, amikor megszületik a kicsi fia, már látja a távlatot. Már látja az Úr Jézus munkájának az eredményét. Már látja, hogy Isten minden ígérete beteljesedik egyrészt most, a feltámadásunk előtt, és teljesen és végérvényesen majd a feltámadásunk után, amikor újjá tesz mindent az Isten. Tehát Zakariás ezt miben lát bele? Egy iciri-piciri kis babában látja ezt bele. Miért? Mert ismeri az Isten igényét, és el is hiszi. És ugye igazából erre kaptuk az adventet. Hogy mi is készüljünk fel arra a lélekben, hogy minden alkalommal, amikor látjuk azt a kisbabát itt is a templom előtt, vagy majd, amikor a napját meg fogjuk ünnepelni, hogy megszületett az Úr Jézus, hogy ne csak azt a kisbabát lássuk egy jászolban, hanem abban lássuk bele az Isten irgalmát, lássuk bele a királyt, lássuk bele a húsvétot is, a pünkösdöt is, és lássuk bele azt az embert, aki mind életünkben, mind halálunkban mellettünk akar lenni, aki vezetni akar bennünket a helyes úton, aki megadja nekünk, ha követjük őt, azt a szentséget és azt az igazságot,
ami ő benne is benne van. Hogy egy kicsit kezdjünk hozzáhasonlítani. Nem csak egyen-egyenként, hanem közösen is, mint gyülekezet. És így, itt, őcsénkben mutassunk egy picit az Úr Jézusból. Azoknak az embereknek, akik nem ismerik őt. Hogy talán a következő karácsonyon már egyel vagy kettővel többen legyünk. Akik ugyanazt látják a megszületendő kisbabában, mint mi. A mi Urunkat, Jézus Krisztust. Hát így legyen. Amen.